Köszöntöm a kedves nézőinket! Önök október 12-én kedd este a Tatai Körzeti Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Ág Gyula festőművész kiállítása nyílt meg a Pápai Galériában. Sokszínű produkcióval készültek a különlegességgel élők Tatabányán. Diákok adták elő az Oroszlán király mesét Oroszlányban. Hagyományőrző családi napot tartottak Tatabányán. Könnyű zenei koncerttel folytatódott a keresztény hét. Kevésbé ismert, de tehetséges művészek felkarolását tűzte ki célul a Pápai Galéria. A helyszín a jövőben rendszeresen bemutat egy-egy alkotót, akinek munkássága újdonság lehet a helyi műkedvelők számára. A kiállítók sorát Ág Gyula festőművész nyitotta. Legelső kiállítását is Tatán rendezte évekkel ezelőtt Ág Gyula festőművész. Az alkotó, aki alig egy évtizede ragadott ecsetet, most egy átfogó válogatást hozott munkáiból ismét a városba. Korábban mérnökként és enteriőr tervezőként dolgozott, és bár sokat rajzolt, a festészet mint egy késői nagy szerelem lépett az életébe. 50 festményemet mutatom be, ez egy egész keresztmetszetet képez az én munkáimból, és mondhatnám a kiállítás címének azt is, hogy kettősség, mert ez a kettősség állandóan bennem van, a tradicionális festészet és a modern absztrakt festészet között. Tehát egy részében, nagyobb részében a hagyományos akadémikus festészettel kialakított képek vannak, többek között ugye figurális képek, csendéletek, tájképek, és a másik részeken pedig absztrakt képeim vannak kiállítva. A Pápai Galériában a jövőben több művészeti ág tehetséges, ám kevésbé ismert alkotóját tervezik bemutatni, így Tatán egy újabb térben láthatók a helyi és környékbeli alkotók munkái. Úgy gondolom, hogy azokat a művészeket szeretném a nyilvánosság elé hozni, amik nem kapnak lehetőséget máshol, és én úgy gondolom, hogy megérdemelnék azt, hogy a nagy nyilvánosság ezt értékelni tudja, és örömet tudjunk szerezni nekik. Nem véletlen, hogy én ezt hiányoltam még a tatai közösségben, ha így lehet mondani. Ezek a művészek nem voltak igazán felkarolva, és én szeretném felkarolni őket. Ez az első, aztán tavasszal meg elindítom a folyamatát. Úgy gondolom, hogy minden hónapban csinálunk egy hetes bemutatót egy-egy művészről, de nem csak képzőművészeti alkotásokat szeretnék bemutatni, kerámikusokat is, szobrászokat és egyéb más, még kovácsmestereket is szeretnék bemutatni, mert Tatának nagyon nagy kultúrája van, és nagyon-nagyon nagy művészek vannak, csak föl kellene emelni őket, én ezt szeretném, hogy megismerjék a tataiak. Ág Gyula kiállítását a következő egy hétben tekintheti meg a nagy közönség. 15 éves a Százszor Szép Fesztivál, amely a fogyatékkal élő amatőr előadó kulturális rendezvénye. A Komárom-Esztergom megyei tehetséggondozó és léleksegítő alapítvány szervezte eseményre, az ország különböző részéből érkeztek érdeklődők. Táncosok, énekesek, versmondók, szólisták. Sőt, még az országban egyedüliként fogyatékkal élőket foglalkoztató Baltazár Színház produkciójának előadására is sor került a 15. alkalommal megrendezett Százszor Szép Fesztivál során. A rendezvényre az ország számos pontjáról érkeztek érdeklődők, így a program nagy népszerűségnek örvendett. 30 éves volt a Léleksegítő Alapítvány tavalyi évben, egy 3 évtized című rendezvénysorozatnak a végső stádiumába értünk egy Százszor Szép Fesztivál rendezvényhez. Az alapítványunk nagyon fontosnak tartja, hogy ezeknek a rendezvényeknek a megszervezésével egyre jobban napvilágra kerüljenek ezek az emberek, ez az ilyen sorsú embertársaink, és felfigyeljünk rájuk, tudjuk, hogy mi a dolgunk a világban, segítsük őket. Szeretnénk, hogyha minél többen eljönnének a mai rendezvényre, és bízom benne, hogy ezek kicsikét közelebb hozzák önmagukat a fogyatékossággal élőkhöz, és nagyobb felelősségvállással nyitnak feléjük. Az Adamecz László által megalapított fesztivál minden különlegességgel élő számára kikapcsolódási lehetőséget nyújtott, és az összes résztvevő megmutathatta, hogy mivel is készült a zsűrinek és a közönségnek. Tulajdonképpen sokunk számára nagy meglepetés az egész esemény, mert tulajdonképpen 1986 őszén e helyen alakult meg a Humanitás Klub, vagyis 35 éve. És tulajdonképpen az ismerkedések alapján szembesültünk azzal, hogy
a sorstársaknak igénye és vágya van. Előadó fesztivált szeretnénk szervezni. Hát nem volt az olyan egyszerű, meg körbe mosolyogtak, és hitetlenkedtek, hogy a sorstársak erre nem képesek. Én azt mondom, hogy annyi boldog embert, és annyi tehetségüket, önmagukat kutató emberrel találkoztunk. Idő kevés elmondani, hogy milyen komoly minősítéseket kaptak ezen színpadról lelépő sorstársa. Én kívánok a fesztivál résztvevőknek is boldog együttlétet és boldog útkeresést. A fesztivál lényege nem a versenyre fókuszált, hanem az elfogadást és az összetartást igyekezett hangsúlyozni. Az Oroszlán király mesebalett táncos előadása varázsolt el a nézőket Oroszlányban, a Kölcsei Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárban. A műsorra a pandémia miatt egy évet várnia kellett a közönségnek, így a diákok által előadott darab még nagyobb népszerűségnek örvendett. Oroszlánokat, hiénákat, zsiráfokat és flamingókat is láthattak a nézők a két felvonásos Oroszlán király mesebalett színdarabban, Oroszlányban a helyi Sziluett Balett előadásában. A teltházas produkciót Vastapsa jutalmazta a közönség. Egy volt növendékem, akinek nagy kedvence az Oroszlán király, ő írta nekünk a forgatókönyvet, és ő segített a rendezésben is. Úgyhogy, de az alapötlet az tulajdonképpen a látványvilágnak az alapötlete, az a Broadway musicalnek a látványvilága volt. Az ötletek mindenféleképpen, tehát az alapötleteket nekem kell kiötlenem nyilván, hiszen ez az egész egy olyan plusz ebben az egész művészet oktatásban, amit egy teljesen ilyen önszorgalmi feladatként csinálunk, de én azt gondolom, hogy ez abszolút kell a gyerekeknek ahhoz, hogy legyen egy lendület. Segítettek nekünk, tehát volt egy asztalos, aki elkészítette a trón, egyébként vetítés van, tehát azért a látvány ilyen szempontból, díszlet szempontjából túl sok plusz díszletünk nincs, mert a tánchoz nagy tér kell. A jelmezek, azok is szintén az én ötleteim alapján, de sok segítséget kaptam, legfőképp a fejdíszek elkészítésében, mert az egy elég bonyolult és összetett feladat. A szereplők a Bakfak Bálint alapfokú művészeti iskola tánctagozatának növendékei, és közel 40-en működtek közre az előadásban. A pandémia miatt sajnos a bemutató időpontját többször is módosítani kellett. Az első premierünk az 2020, jól mondom, március 15-én lett lefújva, és utána három hétre rá lett volna az első előadásunk. És egy kicsit most is átította ez a rossz árnyék gondolata a gyerekeket is, és engem is, ahogy elkezdtünk készülni szeptemberben. Valahogy úgy érezhető volt, hogy persze készülünk, meg újra nekilátunk. Van egyfajta ilyen belső lelkesedés, azért benn volt az a félelem is, hogy nehogy aztán most egy újabb kudarc érje a társaságot. A társulat következő terve a diótörő színpadra hozása, amely 2012-ben volt látható utoljára. Őszi Vigalom címmel rendezték meg az egész délutánt felölelő programot a gyermekek számára a Tatabányai Puskin Művelődési Ház népmese pontjában október 9-én szombaton. A kicsik kipróbálhatták a csuhézást, a vesszőfonást és egy bábelőadással is színesítették a palettát a szervezők. És hogy? Nem lesz könnyű, de mindenkinek sikerül. Szombat délután ismét megtelt élettel a népmesepont. Egy kis közös játékra, kézműveskedésre várták a családokat, és a Nyakig láb, csupaháj meg Málészáj című népmeséből készült bábelőadást is megtekinthették a gyerekek a Puskin színház termében. 15 órától szöszmötölő kézműves foglalkozás, gesztenyével, csuhéval, kukoricamorzsolás akár, és 16 órától pedig a Maszkpáp színháznak lesz egy előadása. És utána még, ha vége van az előadásnak, akkor utána is lehet még egy kicsit itt szöszmötölni, itt lenni nálunk és játszani. A hagyományaink továbbviteléről a gyermekek gondoskodnak, ezért is fontos, hogy korán találkozzanak, megismerkedjenek a népi kultúrával. Én azt gondolom, hogy ez a múltunk, és valamilyen szinten ez a jövőnk is, hogy valahova tudjanak kötődni. Nálunk ugye mind a népmesepont mindig természetes anyagokkal foglalkoztunk, és azt gondolom ebben a műanyagvilágban nagyon jó, hogy itt tényleg nálunk csak régi, hagyományos, kézműves foglalkozás van, illetve csak természetes anyagokkal foglalkozunk. Nem nincs műanyagjáték. A gyerekek itt ismerősökkel is találkozhatnak, hiszen vannak, akik rendszeresen látogatják a népmesepont programjait.
Nem először, csak mindig a mamáim nézi ezeket a oldalakat, hogy milyen jó dolog van, és akkor eljövünk ide. A rendezvények látogatottságán a pandémia hatása még mindig érezhető, de továbbra is számos programot kínálnak az érdeklődőknek. Mi is nagy várakozással várjuk a gyerekeket. Nem biztos, hogy annyira lelkesek, bár jönnének, de még mindig egy picit tartanak. Lesz karácsony körül is ilyen kézműves foglalkozás, meg adventi délutánunk, úgyhogy lassan jönnek vissza majd. És ugyanúgy több előadásunk volt már a héten és meg az elmúlt hetekben. Jönnek azért vissza az emberek, úgyhogy bízom benne, hogy jönnek. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tatabányai csoportja idén 23. alkalommal szervezte meg a Keresztény Hetet. A programsorozat részeként szombaton egy keresztény könnyűzenei koncertet hallgathattak meg az érdeklődők, amelynek a bánhidai református templom adott otthont. A zenéjé volt a főszerep a bánhidai református templomban szombat délután. A Borsod megyei Care Songs tagjai lelkileg feltöltődve érkeztek a koncertre. A zenekar alakulásáról, egymásra találásukról az együttes vezetője beszélt. Én Érden laktam régebben, és amikor elköltöztünk Göncre, úgynevezett Isten háta mögé, ami már bebizonyított, hogy nem az, a zenekart itt találtuk meg, én azt kértem akkor az Istentől, hogyha el is kell költözzünk onnan, ezt az egy lehetőséget ne vegye el tőlem, hogy a zene megszűnjön a számomra. Így több helyiségből, Gönc, Göncruszka, Telkibánya, Bodroghalom, Sátoraljaújhely, zenekarunk ezekből a városokból és falvakból rakódik össze. Nagyon lelkes fiatalok vannak köztünk, akik nagyon szeretik dicsérni az Istent az éneken keresztül, vagy zenén keresztül. Mai napig is ahova hívnak, oda megyünk, és hirdetjük az Isten igéjét. Én a keresztény zene mellett tettem le a voksomat, már pedig azért is, mert nem vagyok profi zenész, lelkes amatőrök vagyunk, és azt gondolom, hogy tehát ezt a lelkes dolgot, ami belülről fakadó érzéseket a zenén keresztül tudjuk átadni az embereknek. Ez az a szívünk vágya, hogy minden emberhez eljusson ez az üzenet. Általában minden héten szoktunk próbálni a csapattal. Próbák mindig nagyon jó hangulatba telnek el, van, amikor 2-3 órát vagy 4 órát próbálunk. Izgulni, most is izgulok egy picit, megmondom őszintén, mert tehát nincs olyan ember, aki ne izgulna, csak van, aki jól megtanult azt, hogy hogyan kell titkolni. Tehát a mi csapatunk az nem tanul semmilyenféle színpadi mozgást, hanem egyszerűen önmagukat adják, és ami szól, a szívből szól. A zenekar feldolgozásokat is játszik, de saját dalaik is vannak, amiért hálásak a Jóistennek, és fellépéseik is akadnak szép számmal. Komárom-Esztergom megyében most vagyunk először. A legközelebbi helyszínt, amit tudok mondani, az akár Budapest, vagy Érd. Tehát ott is játszottunk, és a Borsod megyében elég sok helyen jártunk. Voltunk Felvidéken, tehát voltunk az országnak másik végébe, és amerre lehet, megyünk, és örömmel tesszük ezt a szolgálatot. Kecskét község felhívja azon középiskolásoknak a figyelmét, akik a következő esztendőben a 2022-23-as tanévben tervezik megkezdeni a felsőfokú tanulmányaikat, hogy ismét lehetőség nyílik pályázni a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra. A feltételekről és a tudnivalókról az önkormányzat honlapján tájékozódhatnak. Az Én könyvtáram címmel folytatódik a Legyél te is könyvtáros című program Oroszlányban a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárban. A minden héten szerdán 16 és 18 óra között megrendezett eseményen szeretettel várják azokat, akik a könyvtáros szakma iránt érdeklődnek. Tataváros önkormányzata szeretettel várja a látogatókat az október 15-től 17-ig meghirdetett Öregtavi Nagy Halászat Fesztiválra. A kastélytében megrendezett programok péntek délutántól kezdődnek, bár a főszerep a halaké lesz, sokszínű műsor várja az érdeklődőket. A rendezvény érvényes védettségi igazolvánnyal látogatható. Következzenek keddesti híreink még egyszer, röviden. Ág Gyula festőművész kiállítása nyílt meg a Pápai Galériában. Sokszínű produkcióval készültek a Különlegességgel élők tatabányán. Diákok adták elő az Oroszlán király mesét Oroszlányban.
Hagyományőrző családi napot tartottak Tatabányán. Könnyű zenei koncerttel folytatódott a keresztény hét. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök október 12-én KEDD este a Tatai Körzeti Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen hírszemle műsorunk következik, majd a folytatásban a sporté lesz a főszerep. A viszontlátásra!